Áldunk téged, Krisztus. Tisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Andrzej Vajdának, a híres lengyel filmrendezőnek első nagy filmje volt a Hamu és Gyémánt. Valójában egy háborús film, de a címét onnét kapta, hogy a főhős a temetőbe sétálva egy sírkápolna föliratán olvas egy lengyel költőtől való verset, amit én most szó szerint nem tudok idézni, de a vége így van, így értelmezhető, hogy az emberi sorsot létet hamuvá fogja az enyészet alakítani, amit esetleg majd szétszór a szél, de abban a hamuban ott lehetnek a gyémánt szemek is. Az örökké valóság és az érték jelképeként. A mai hamvazó szerdai szent liturgiában, miközben hamut hintünk az itt lévők fejére, homlokára, keresztjelével rajzolva, valahogy ezt a kettősséget akarjuk kifejezni és eszünkbe juttatni. Az ember még ha nem is tudja fölfogni, hogy eljön az a pillanat, amikor én már nem leszek itt a Földön, de azért ezt tudja. Ezelől nincs menekvése és kibúvása. Szoktuk mondani, hogy hold biztos, hogy a halál számunkra, és elporladunk, hamuvá válunk, ami kell, hogy kiózanítson bennünket, de ugyanakkor az evangéliumra való fölhívással vigasztal bennünket a liturgia, tartsatok bűnbánatot, higgyetek az evangéliumban. Az, hogy porrá válunk, s megszűnünk itt a Földön létezni, az más-más reakciót válthat ki az emberekből, világnézet hittől függően. Azok, akik nem hisznek, azok úgy gondolják, hogy a halál a semmi kezdete. Éppen most hallottam, hogy a Benelux államokban egyre növekszik az eutanázia. Mert úgy gondolják az emberek, hogy nem érdemes kínlódni, szenvedni, hát úgyis megszűnünk utána, jöjjön az idézőjelbe tett kegyes halál, és öljenek meg bennünket, mert úgy sincs utána semmi. A hívő ember viszont épp azt mondja, hogy miután nem fejeződik be a létezésünk, ennek a szenvedésnek is van értelme, és egy olyan kapuvá válhat a halál számunkra, ami megnyit egy más valóságot, világot, ahol igazi gyémánt szemek, igazi értékre, azaz az Istenre találunk. Ezért ez a kiózanító szertartás, hogy emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel, az újabb liturgiában a zsinat után kiegészül az erkölcsi fölhívással és vigasztalással, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban, vagyis a jó hírben, mert az evangélium annyit jelent, abban, hogy Krisztus föltámadt, abban, hogy van örök élet, abban, hogy Isten irgalma kiárad ránk,
abban, hogy nincs elveszve semmi a földön, amíg élünk. Ez az evangéliumnak a jó híre. És ehhez kell aztán az a magatartás, a bűnbánattartás, amellyel egyrészt bocsánatot kérünk Istentől elkövetett bűneinkért, és mi magunk is igyekszünk megbocsátóvá, jó cselekvővé lenni, hogy így készüljünk, és így adjunk hitelt annak, hogy komolyan hiszünk az evangéliumban. Ennél fogva, még a hamvazó szerda is a húsvét fényében az embert jó hírrel és felelős komolysággal akarja megszólítani. A világ ezt nem ismeri. Azok farsangot tartanak nagyböjtbe is, mindenhogy hallom kalocsán, még úgy lehet nagypénteken is farsangot tartanának. Erre már nem jut odáig a tudásuk, hogy megszűnt a farsang hamvazó szerdával, de hát az az ember, aki nagy wellnessnek nézi az életét, annak mindenféle önmegtagadás, vagy a halálra való felszólítás, az egy olyan mumus, amire nem szeret gondolni, ilyen struc módon bedugja a fejét előle, csak amikor szemba találkozik vele, akkor kérdezi meg, hogy milyen az Isten, ha egyáltalán létezik, meg miért van ez így. Szentegyházunk felelős pedagógiával megszólít bennünket nagybőjt elején, és amint hallhattuk az evangéliumból, ilyenkor mindig a hegyi beszéd részlete van, amelyben Jézus a látszatoktól független, bensőséges magatartásra hívja fel a figyelmet, cselekedjük a jót, régi szóval mondva alamizsnálkodjunk. Egyébként ez az alamizsna szó az irgalomból van, amikor latin misét mondunk, igazából görögül mondjuk, hogy Kyrie eleison, Kyrie eleison, Uram irgalmazz. Az irgalomból, az eleisonból lett a magyar alamizsna szó, hogy irgalmat gyakorunk, jó cselekedetet gyakorlunk, imádkozunk, böjtöt tartunk, még ha nem is pontosan úgy, mint azt a középkorban tették, de vannak olyan önmegtagadási feladatok, amelyekkel kimutatjuk az igényes készületünket. Nagybőjt elején, honvazó szerdán az apostol felszólít bennünket, használjuk ki ezt az időt, most van itt az alkalmas idő, készüljünk így húsvétra. Amen.